Üdvözlök tehát mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon. Ez alkalommal néhány hírt szeretnék megmutatni. El fogjuk kezdeni a WHO szerződéssel. A világgazdaság.hu közzétett egy cikket. Rettegnek a Covid diktatúrától pattanásig feszült a helyzet a WHO közgyűlésén. Ez május 27-ei cikk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Arról írnak, hogy az egészségügyi világszervezet főigazgatója még bízik benne, hogy létrejön a világjárványokra való reagálás új szabályairól szóló megállapodás közgyűlésen. A kiszivárgó hírek szerint erre csak évek múlva kerülhet sor. A WHO 194 tagállamok közül nem egyben ugyanis rettegnek a Covid diktatúrától, ami azt jelenti, hogy nem csak én vagyok az, aki szkeptikus ezzel kapcsolatban. Természetes, hogy ez a hír és ez a gondolat, ez eljut a világon mindenhová. Hogy mi alapján döntik el, hogy melyik ország, mely oldalra áll, hogy támogatja vagy nem támogatja, ez nem egészen világos számomra. Az azonban biztos, hogy ez is része annak a húzavonának, annak a színjátéknak, ami a mi életünk, legalábbis a valóság, amit annak hív a legtöbb ember. Az európai politika nagy része megrendezett. Túlságosan egyértelmű lenne az emberek számára, hogyha mindig mindenki egyetértene abban, ami az új világrend felé viszi az embereket. Gondoljunk csak bele abba, hogyha minden ország csak bólogatna mindig, hogy igen, igen, csináljuk ezt, menjünk, legyen egy világkormány, egy új világrend. Akkor egyértelmű lenne az embereknek, hogy ezek együtt dolgoznak. Már rég kiderült volna, már akkor mindenki tudná. Most csak mindenki hallott róla. A többség az nem hiszi el, mert a többség úgy van vele, hogy ez csak egy összeesküvés elmélet. Az új módszerem hamis álhírek. Valós tényeket mutatok be, de úgy, hogy végül senki ne higgye el azokat. Ez csak az őrülteknek a fejében van, látod, hogy ezek az országok harcolnak, tárgyalnak, és igyekeznek megegyezni. Azonban én nem hiszem, hogy ez a valóság. Ami történik, az egy színjáték. És ez mindig is így volt. Nem véletlen ez a mondás, hogy színház az egész világ. Mert tényleg így van. Az, amit látunk magunk előtt, az mind egy megtervezett színpadi jelenetnek a része. És ezek az országok, akik nem értenek egyet ezzel a szerződéssel, pontosan ezt támasztják alá. Elhintik az emberek fejében azt az ötletet, vagy azt a gondolatot, hogy vannak országok, akik értünk dolgoznak, vannak vezetők, akik a jó oldalon állnak, akik átlátnak ezen, vannak vezetők, akik küzdenek az emberekért, akik nem szeretnék ezt a világ kormányt és ezt az egész világot irányító szervezetet, nem csak egészségügyben, hanem úgy általánosságában véve. Viszont én úgy érzem, hogy ez egyáltalán nem az, ami valóban történik. A hajnalig tartóan végül eredménytelennek bizonyult múlt heti viták után az ENSZ égisze alatt működő szervezet tisztségviselői csalódottságunknak adtak hangot, s egyben arra figyelmeztettek, hogy a megegyezés akár évekbe is telhet. A tárgyalás során több delegáció az utolsó pillanatban változtatott álláspontján, mivel országuk szuverenitásának korlátozását látják a nemzetközi szerződésben, más szóval rettegnek a Covid diktatúrától, bár ezt a veszélyt a WHO határozottan száfolja. Ez az, amiről beszéltem azzal kapcsolatban, hogy bizonyos országok nem támogatják ezt. Mi ez a valóság, mindenki tudja, és tisztában van vele, hogy én mit gondolok erről, annak ellenére, hogy a többség az nem ért velem egyet. Én hiszem, hogy a Biblia tartalmazza az igazságot. Én nem kevés ismereten rágtam át magam az elmúlt évtizedekben, és ez nem jelent semmit. Nem kell, hogy elhiggye senki ezt nekem. De amire én jutottam az az, hogy nincsen semmi, ami igaz lenne abból, amit a világ állít. És azért hitették el mindenkivel, hogy a Biblia egy mese különböző módszerekkel, hogy az igazságot elrejtsék a szemük elől. Azért, mert az emberek alszanak, és nem lehet ezt megváltoztatni, ezt a helyzetet.
egyre több lesz a zombi. Mint ahogyan a filmekben vagy a sorozatokban is a zombik folyamatosan szaporodnak. Sok sincs győzelem, legalábbis a jobb filmekben. Nincs az, hogy a vége, elpusztítottuk az összes zombit. Nincs ilyen. Nem lehet elpusztítani az összes zombit. Sőt, egyre több lesz. Ez a természetes rendje az egésznek. Gondoljon csak bele mindenki. Van egy olyan vírus a zombi filmekben, ez a zombiság, ez a vírus, aminek nincs ellenszere. Most beszéljünk a filmekről, vagy a sorozatokról, mint ez a zombiság, nevezzük így. Ez azt jelenti, hogy egyre több lesz. Óhatatlanul is egyre több lesz. Nem lehet megállítani, mivel nincs ellenszere. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!